szerettem ezeket a hangolatos bornapokat, plusz ugye tehát az Óbudai főtérre sok emlék fűz. A Siposhoz is itt volt, párszor sikerült berúgnom, tehát jókat kajánom, tehát egy nagyon jó hely volt mindig. Csináltunk egy kis próbát, egy csodás zenekaruk van, a Magdinak, a Freedom nevű banda, ismert zenészek Milánnak, és nagyon, nagyon jó kis buli lesz. Mekkora bulink volt itt 1977 tavaszán, valami ifjúsági napokon, itt a Óbudai amfiteátrumban. Mi cuccunk volt, gyönyörű napfény volt délután, és iskolásoknak volt, gimistáknak általános, és hatalmas sikerünk volt. És egy különleges hely ugye a amfiteátrum, azóta se hallottam, hogy volt ott zenekar. Csodálatos emlékek, sajnos nincs róla se fotó, se felvétel, de ezt elfelejtettem mondani, hogy körülbelül volt 2000 gyerek, akik ott tapsikoltak, minire 77-ben. Jó formában is voltunk, Szivacsnak volt egy hatalmas dobszólója, emlékszem a dobosunknak, óriási sikere volt, nagyon, nagyon jó volt. Elszaladt az idő, 70 éves leszek, ugye januárban, és csinálom a 70x50 című koncertemet, ahol most meghívok mindenki. A vendégeim lesz a Mini Acoustic World, ami a Bartók anyagunk, a Vonos négyese, Pap Gyula vezetésével, Nagy Pista, Tóth Diza, én, az az első rész, Bartók feldolgozások, és régi nagy mini balladák Vonos négyessel, Kézdi Luca vezetésével a Vonos négyes, és utána van a Mini Rock Cirkusz, Tátrai, Závodi, Németh Karcsi, Pap Gyula, Németh Lojzi, Köves Pinyó, sógorom, akkor meghívott még fiatalokat, akik ma a napság játszanak, mert ma Fehérádi 11 éves bluesgitáros, Kerekes Blanka, világhírű fővalóművésznő Svájcból, Horváth Misi az egyik legjobb magyar szájjelfes, akivel dúóba szoktam játszani. Tehát egy óriási showt csinálok. A címe a bulinak egy este Török Ádámmal. 70 perc.